Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. Heti portrénkból a Pince Színház egyik fiatal művészét ismerhetik meg, Jánosi Ferencet. Vele beszélgetünk életről, szakmáról. Hány évesen találkoztál először a színházzal? Mikor indult neked ez a pálya? Gimnáziumban indultam ilyen versmondó versenyeken. Ott találkoztam magával a fellépéssel, magával a színház intézményével. Viszonylag későn, 22 évesen vettek föl engem a Nemzeti Stúdióba. Vagyis hát Pesti Magyar Színi Akadémia volt most, akkor már. Igen. Már akkor is az volt, csak talán többen így ismerik a Nemzet. Ez ugyanaz az intézmény, csak más nevet kapott 2000-ben talán. Szóval én 22 éves voltam, mert előtte volt egy kis Varga betűm a gazdasági főiskolára, de hamar rájöttem, hogy ez nem az én világom. Színművészeti főiskolával próbálkoztál? Próbálkoztam, igen, de nem vettek fel. Nem kellettem nekik. És ez nem okozott problémát így az életedben? Lelkileg, vagy is, a úgy szakmai előre így is, úgy is. Ez mennyire jelent egy színésznek hátrányt? Hát, nyilvánvalóan csalódás. Hát, jobb az, hogyha felmutathatom, hogy én a színművészetén végeztem. Ma már elengedtem ezt a dolgot. És elvárás egyébként a szakmán belül ez, hogy legyen egy színművészeti egyetem? Én azt hiszem, ma már egyetem. Hogy sok szempontból, meg sok helyen, meg sok esetben igen, elvárás. De én ezzel nem tudok mit kezdeni már, úgyhogy így 36 évesen, és most már nem is akarok, mert elment ez a vonat, de nem szomorkodom emiatt, tehát hála Istennek itt maradtam a pályán, és jó pályán vagyok, úgy érzem. Ha a színművészetit végzel, az egy mondjuk egy ilyen út, ha nem, akkor egy ilyen. De lehet, hogy ezen az úton is vannak főszerepek. Tehát tudok számos példát mondani, hogy nem számít. De tudok számos példát mondani, hogy számít. Hogy most az én esetemben ez hogy van, ezt a jó Isten tudja. Mi volt az első színház, ahol dolgoztál? A Színi Akadémia elvégzése után maradtál a színházban, vagy ne, tovább? Hát igen, ilyen kisebb szerepek voltak Cyranóban, de az első ilyen komolyabb szerepemre a Balázsovics Lajos hívott el a játékszínbe, a budapesti játékszínbe a vizsgánkat eljött megnézni, és elvitt engem a játékszínbe egy előadásra, és utána ott még ott maradtam három évadot, igen. 2009-ben vagy 2010-ben jöttem el onnan. És akkor onnan ide jöttél Pince Színházba, vagy volt még közötte? Nem. Utána sokáig szabadúsz, vagyis hát most is szabadúszó vagyok, de sokáig úgy voltam szabadúszó, hogy ilyen kicsit ilyen alternatívabb társulatokban. Volt egy 2011-ben alapítottunk egy több más színészekkel egy improvizációs társulatot, az Itt és Most társulatot. Szerintem ennek volt általán előadás. Igen. Ha jól emlékszem. És akkor az ment évekig, ezt nagyon szerettük, meg szerették. Hát az improvizációnak nagy divatja van ma. Tehát sok improvizációs társulat van, mi is ráléptünk erre az útra, és szerintem nem kellett, hogy szégyenkezzünk, tök jól működött. Aztán olyan okok miatt így szétváltak az utak, mindenkinek más dolga volt. De ez a társulat, ez még létezik? Létezik a név alatt egy társulat, de már senki nincs az eredeti emberekből benne. Az improvizáció az mennyire nehéz, mennyivel könnyebb, mint egy megtanult szöveget, meg egy betanult darabot, vagy egy improvizatív jellegű? Ott kell megszülnöd mindent. Vannak bizonyos kapaszkodóid, de ott szülöd meg a gondolatot, a szöveget, a szituációt, a karaktert, mindent ott találsz ki. És ilyen szempontból nehezebb, tehát nem egy kész darabot kapsz. Megvan, nyilván egy nagyobb szabadság van benne, mint egy kötött darabban, de hát nehéz műfaj, de egy borzasztó hasznos dolog az improvizáció. Talán az egyik legjobb. A színészek egyébként egy rendes, megírt darab vagy előadás kialakításakor is tulajdonképpen improvizálnak. Igaz, hogy van egy szövegük, de azért improvizálnak, és ott nagyon-nagyon jó dolgok tudnak születni.
Tehát azért ez egy hasznos ezt tudni, hiszen hogyha elfelejted a szöveget, vagy bármi történik a színpadon, akkor is improvizálnotok kell. Hát kénytelen vagy, igen. Én egyébként azt gondolom, és félig meddig emiatt is léptem ki az Itt és Mostból, mert én azt gondolom, hogy az improvizáció egy eszköz, nem pedig egy cél. Az improvizáció eszköz arra, hogy én létrehozzak valamit, amit aztán, tehát az improvizáció alatt kvázi kitaláljuk a színészek, amit aztán rögzítünk előadásban. Az, hogy én ezt estéről estére nézők elé tárjam az én szerencsétlenkedésemet, meg a hülyeségeimet, ami ott eszembe jut, ami nem baj, csak nem biztos, hogy nem feltétlenül tartom ezt közönség elé valónak. A végeredményt igen. Itt és Most társulat után még mi RS9 színházban is játszottál? Így van, aztán az RS9 színházban. Ott is alternatív színház az leginkább, úgy ismerjük. Hát igen. Oda egy Martin McDonagh darabba kerültem bele, a Párna ember című kiváló véres darabba. Nagyon jó darab, amit egyébként most egy másik színház is játszik Budapesten. Vagyis hát nem tudom, hogy játssza-e még, de szerintem igen. És akkor ott voltam évekig, én átírtam a Petőfi Sándornak az Úti rajzok című könyvéből, én írtam egy színdarabot. Ez egy monodrámának indult, de aztán felkértem egy kolléganőmet, a Szemerédi Bettit, talán ismered is őt. És akkor tulajdonképpen ketten lettünk ebbe, és én mint Petőfi, most bocsánat, hogy magamat mondtam előre, tehát ő mint múzsa, és én mint Petőfi szerepeltünk ebben, és ő nagyon szépen hegedül is. Élőzenés előadás lett ebből, ez egy egyórás Petőfi életéről szóló, beleraktuk egy kis történetbe, és Petőfi életéről szóló kis előadás. Nagyon szerették, sok helyre vittük, és visszük most is, de hát most az a hónapok óta nem volt belőle. És akkor egy gondolom Petőfi versek hangzanak el. Igen, de nem csak versek, hanem az a Petőfi Sándornak az Úti rajzok, és a Petőfi Sándor Úti levelek Kerényi Frigyeshez, ez a kettő lett összeírva, és ebbe a sztoriba belefoglaltunk verseket, ahol, azt hiszem 11 vers hangzik el az előadás alatt. Egyébként pont itt, a Pince Színházban játszottuk legutóbb márciusban. Itt ugye hát a szavalás az valahol előadó művészet, a színjátszás előadó művészet, ezt hogyan tudnád összehasonlítani, vagy mi a közös benne, vagy mi az, amitől más? A versmondásban, meg mondjuk egy szerepeljátszásában. A versmondás ez egy pódiumi műfaj, tehát kiállsz és kvázi prezent. Én nem is szeretem a szavalás szót, nem véletlenül hívják versmondó versenyeknek, mert nem szavalsz, hanem verset mondasz. És ez más, mert tehát más. Mást közvetít maga a szó is, meg tulajdonképpen te a verset, ha jól mondod, akkor azt tényleg te elmondod így szemtől szembe a másiknak. Az egy magányos műfaj. A színjátszás az meg egy kőkemény társasjáték. Mi volt az a szerep, hogy az eddigi pályád alapján, amire azt mondod, hogy nagyon szeretted, nagyon jó volt, és jó emlékeid vannak róla, vagy akár még éppen játszod is. Hát én nagyon szeretem Kareszt a Géza gyerekben. Most azért mondom ezt először, mert ezt jelenleg is játszok, és nagyon szeretem Papi Jóskát a Herner Ferikében, aminek majd most lesz a bemutatója. Nyilván most ezek állnak a legközelebb a szívemhez, mert ezek friss dolgok. De amit én nagyon szerettem, amiről még nem is beszéltünk, a Komót Színház volt, egy ilyen pici lakásszínház Budán, egy rövid ideig működött, ott megcsináltuk a Kéretik elégetni című, ez egy kortárs dráma, Lenford Wilsonnak a drámája, és ott voltam a Pél, egy ilyen iszákos, drogos, nagyhangú, nagy természetű fickó voltam benne, és azt én nagyon szerettem játszani. Az egy ilyen mérföldkő volt nekem. Itt a Pince Színházban a Géza gyereken kívül van-e most jelenleg másik futódarabod? Illetve most hát vagytok egy főpróba hét. Most vagyunk egy főpróba hétben, igen. Közepén vagy már végén lassan? Hát tulajdonképpen, hát mindenképpen a végén vagyunk a próba folyamatnak. A főpróba hétnek az elején vagyunk, de ennek már volt egy előbemutatója májusban ennek a darabnak. Most lesz a hivatalos bemutatója. És hát még kellett nekünk ez az egy hét, hogy ez összeálljon, vagyis kell nekünk ez az egy hét, hogy összeálljon. Mi ez a darab pontosan? A Hály Jánosnak a Herner Ferike Faterja című darabja. Ez a Géza gyerek
nek a folytatása. Tulajdonképpen ugyanazok a szereplők, csak a Börcsökenikő, aki rendezi az előadást, ő ugyanazokat a nevű szerepeket másokra osztotta. Tehát, tehát mondjuk a Géza gyerekben az Árpijáca, a Némedi Árpijáca, mondjuk a Krekács Bélát, itt a Kaszás Geri játsza a Krekács Bélát. Tehát a Banda Lajost, ugye szegény Tóth Zoli játszotta, aki meghalt nemrég, azt most a Lázár Balázs játsza. Tehát át vannak osztva a szerepek. Én is ugye ott Karesz voltam, itt csak szó van a Kareszról, de itt Papi Jóska vagyok. Tehát ugyanaz a falu, ugyanaz a világ, a Géza gyereknek a Géza gyerek szereplőinek a gyerekei játszanak ebbe gyakorlatilag, de más-más. Tehát a történet az folytatódik, vagy egy teljesen új történet? Egy abszolút szereplő, különállva is élvezhető dolog, de hát ez egy felvállaltan a Géza gyerek 2. Nem csak színházzal foglalkozó, nem csak színjátszó, hanem szinkronizálsz, filmeket is forgatsz. Melyik áll hozzád közelebb, ha lehet ezt szétválasztani nyilván? Mármint a szinkron, vagy a film, vagy a színház. Vagy a színház, igen. Színház, szinkron, film. Én a magam műfajában mindegyiket nagyon szeretem. A szinkron az nekem most már egy elég pici szegmense az életemnek. Nagyon szeretem, de nincsenek nagy szerepeim. De amik vannak, azokat meg szeretem. A színház meg a film, hát ne kelljen választanom. Nem tudom. Mindkettőt ugyanannyira szereted? Igen. Nagyon, nagyon érdekes műfaj mind a kettő. És miben kell más, hogyan létezni? Tehát, hogy mi az, amitől másként játszik egy színész a filmvászon, és mi az, amitől a színpadon? Színház, film. Tehát nagyban és kicsiben. Hát igen, tehát hogy ott nem tudsz hazudni. Illetve, bocsánat, a film maga egy nagy hazugság az egész. Tehát ott minden hazugság, amit látsz, de ott fölvehetitek 25-ször egymás után, ha arról van szó. A színházban egy dobásod van egy este. Ha elrontottad, akkor így jártál, és a néző úgy megy haza, hogy ki volt az a béna ott a színpadon. A filmben van javítási lehetőség. De ekkorában vesz a kamera adott esetben, és ennyit is lát, tehát más műfaj, egészen más műfaj. De izgalmas nagyon mind a kettő. Volt-e olyan színész, olyan rendező, így szintén a pályát során, akikkel így nagyon jó volt együtt dolgozni, és így azt mondod, hogy tanulhattál tőlük? Én mindenkire jó szívvel emlékszem vissza, még azokra az emberekre is, akikkel vitáim voltak, de tulajdonképpen egy tök boldog időszaka szakában voltak velem az életemben, az eddigi életem során. Úgyhogy nekem egy nagyon nagy mérföldkő volt ugye a Kéretik elégetni, amit mondtam, amit a Várnai Szilárd rendezett, ő, aki egyébként színész, de voltak rendezői ambíciói, és én vele nagyon szerettem dolgozni, de nagyon szeretek a Börcsökenikővel is dolgozni, a Sós Péterrel is nagyon jó volt a Géza gyerek során dolgozni, Balázsovics Lajossal is. Tehát mindegyiküket másért, de mindegyikükből elhoztam egy kis darabot, elloptam magamnak. Volt valaha olyan gondolatod, vagy jött eszembe veled esetleg olyan más lehetőség, ami teljesen más, mint a talán civil szakma, amiről így elgondolkodtál, hogy lehet, hogy azt kellene csinálnom? Hát ez se teljesen civil, én az utóbbi időben írok. Nagyon szeretek írni. És hát most már másfél éve viszonylag sokat írok. Hát most egy író, aki ezzel életvitelszerűen foglalkozik, kiröhögne az azért, hogy én mennyit írok, de mondhatom, hogy napi rendszerességgel írni szoktam, és imádom, nagyon jó dolog. Mi az, amit írsz? Most nem címre vagyok kíváncsi, hanem milyen műfajban? Leginkább, tehát most legutóbb forgatókönyveket kezdtem írni. Az engem nagyon elkezdett érdekelni. Rövid filmforgatókönyveket. Most novellákat írok. Novellákat írok, szeretnék írni egy novellás, szeretnék létrehozni egy novellás kötetet, de most még ez nem annyira publikus, mondom ezt egy TV interjú során, de amúgy tényleg nem annyira publikus, de abszolút vannak írói ambícióim. És a forgatókönyveknél ott esetleg már vannak megkeresések, vagy ezt csak te így elkezdted, és akkor majd... Neveztem egy... hogy mi elkezd?
egy workshopra. Volt itt a Martin Daniel tartott egy forgatókönyvírói workshopot, amin részt lehetett venni. Oda nem választották be a rövid filmemet, abba a 10-be, amivel foglalkoztak a workshopon, de egyébként részt lehetett venni ott, és ott baromi izgalmas és jó dolgok kerültek felszínre. Mindezeken kívül, a sok társulat meg színház mellett van egy saját társulatotok is, mondhatom sajátnak ez a... Igen, a Múzsárt Egyesület. Igen. Hát mit mondhatod sajátnak, mert saját társulat. Tulajdonképpen az ott lévőknek a 90%-a, vagy talán még több, a volt Nemzeti Stúdióból, a volt Pesti Magyar Színi Akadémiából került ki. Egy fölöttem lévő osztályban lévő két lány, a Tövis Pataki Bea és az Endrődi Ági alapították kvázi, és hát nagyon sokan vagyunk benne régiek, és egymás nagyon szerető társulat van ott. Miket is játszotok? Mindig olyan darabokat veszünk elő, ami egy zenés, kettő gyerekek vannak benne. Tehát gyerekszereplők? Gyerekszereplők vannak benne, tehát a muzsika hangja, melyiket a kilenc közül, két Lotti, a Legyetek jók, ha tudtok. És most csináltunk még az első olyan darabunkat, amiben nincsen gyerekszereplő, viszont gyerekeknek szól, mert ez egy ökomese. Egy ökomese musical. Pont erre szerettem volna rákérdezni, erre az ökomese musicalre, igen, hogy ezt hogyan képzeljük el, vagy hogyan tudjátok ezt színpadra vinni. Kiváló zenét írt hozzá az Arany Tamás, és nagyon jó szöveget a Túróci Katalin. És ebből született véleményem szerint, de lehet, hogy elfogult vagyok, egy szerintem tök jó és tök értékes előadás. Hát ez az ökomese musical, ezt úgy kell elképzelni, hogy mi állatokat játszunk egy erdőnek a tisztásán. A Keszekusza varázspálcája, ez a címe. A Keszekusza egy manó, egy erdei manó, vagyis hát egy varázsló, akinek van egy manója, a Teszetosza, és hát bajban vannak az erdő lakói, mert az ember szétrombolja az élőhelyüket, ami ugye valóban egy létező probléma. És mi állatok, hogy éljük ezt meg? Én egy Szent János bokár vagyok, akire rálépett az ember, speciál, de a hangyának széttúrták a házát, leöntötték olajjal a katicabogarat, és a többi, és a többi. Szóval e köré, a probléma köré csoportosul az egész kis történet, de szerintem egy nagyon szerethető kis dolog. Egy kicsit vigyük közelebb a laikus nézőkhöz, hogy egy színész élete mennyire... Hát ugye rengeteg dolgot csinálsz te is, hogy mennyire összeegyeztethető ezt, hogyan lehet koordinálni a mindennapokban, hogy szinkron, egyik színház, másik színház, saját társulat, forgatás. Megtanulja az ember, meg Isten őriz, hogy panaszkodjak, én nagyon örülök annak, hogy ennyiféle dolgot csinálhatok. Meg kell tanulni, logisztikázni, koordinálni ezeket a dolgokat. Tehát valahol egy színésznek nem csak színésznek kell lenni, hanem mellette jó marketingesnek, PR-osnak. Hát kéne, azért nem vagyok, tehát baromi rossz vagyok önmenedzselésben. Budőrsi Játékszín, az kimaradt, ott is játszottál? Hát ott játszottuk vendégként a Múzsákkal, Múzsártal a muzsika hangját. Ott játszottuk. Ők játszanak ott más előadást is egyébként, csak abban én nem vagyok benne. Fontos kőszínházhoz tartozni a színész életében? Jó az, hogyha egy kőszínháznál van, mondjuk itt neked ugye a Pince Színházat, mint anyaszínházként említettem. Igen. Azért ez egy biztonságot ad? Hát biztonságot adna, hogyha lenne, tehát itt nincs társulat. Én imádok itt lenni egyébként, és nagyon jó különben szabadúszónak lenni, megvan az előnye. Én mindig vágytam arra egyébként, mivel soha nem voltam társulati tag, és soha nem voltam kőszínháznál társulati tag, ezért mindig vágytam, hogy legyek. De eddig még nem voltam, lehet, hogy majd leszek, nem tudom. De mindenképpen egy biztonságot ad, igen. Mindenképpen anyagilag is biztonságot ad, meg egyáltalán elismerésileg, vagy hogy mondjam, tehát, hogy karrierileg, hogyha használhatom ezt a csúnya szót. És akkor végül néhány mondatot mondjál nekünk, Léci, az új bemutató, a te karakteredről az új bemutatón. Van. Papi Jóskáról? Papi Jóskáról. Hát Papi Jóska, ha mondhatom így, a falu bölcse a fiatalsága ellenére, mert ő elvesztette a kislányát, leégett a házuk, és bent égett a gyereke, és bent égtek a jószágai is. És ő
ő ekkor elengedte az életet. Tehát ő egyedül maradt, megissza a napi 6 liter tejét, mert nem tudja eladni, fejj a teheneit, és van rajta egy ilyen életigenlő, életelengedő nihil nyugalom. Ezt árasztja magából, és emiatt fölnéznek rá. Ő pontosan tudja, hogy meg fog halni néhány hónap múlva, de őt ez nem zavarja. Tehát ő nem sokára találkozik a kislányával, ő ebbe belenyugodott, és ha nem is várja, de egyáltalán nem tesz ellene. És emiatt felnéznek rá még az idősebbek is, hogy lehet az, hogy ő ezt így tudja, ezt a jövőt. Tehát van benne egyfajta bölcsesség, azt kell mondjam. És aztán ugye be is váltja a sorsát ez a Jóska. Uh-huh. Ugye Géza gyerek 2, azt mondhatjuk, igen, ez a címét, hogy ugyanolyan jó karakterábrázolások vannak akkor ebben a darabban is, mint a Géza gyerekben? Igen, nagyon kiváló. Könnyen játszható akkor? Hát ezt nem mondanám, hogy könnyen játszható, de nagyon jól megírta a János. Á, János. De a néző számára mindenképpen az jön le, tehát hogy annyira jól érzik a színészek magukat a szerepekben, legalábbis a Géza gyereknél, igen, hogy tényleg öröm nézni. Szeretik, hála Istennek, igen, át is jött ez erre az évadra, és most már ugye mind a kettő fog majd párhuzamosan menni. Sok sikert kívánunk akkor neked a bemutatóhoz, meg az előadásokhoz, és köszönjük a beszélgetést. Köszönöm szépen.